Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön a pusztítás művészete című videó. Vasárnap ugye tartottam egy livestreamet, nagyon sokan ott voltatok, nagyon köszönöm, hogy ott voltatok. A következő livestreamen, hogyha kijön végre ez az új mód, ez az Onslaught mód, akkor megpróbálunk minél több, minél hosszú ideig elmenni az itt következő módszerekkel, amit ebben a videóban láthatok, ami amúgy a livestreamnek egy összefoglalója, mert lusta voltam külön leforgatni videókat, és amúgy is jól jött Hunternek a segítsége, hogy ott volt és együtt csináltuk a dolgokat. És amint mondtam, ott is a livestreamben beszeretném mutatni az új augment modokat, és azért felfedeztünk egy-két dolgot miatt livestream közben az új augment modokkal, és ezt szeretném most veletek megosztani mindazok számára, akik nem voltatok ott a livestreamen. És nagyon nem is térnek ki, új augment modok jöttek Mesára, Nézára, Ivorára és Equinoxra. Na most ezek közül mondhatni, hogy a Néza és az Equinox az olyan meh, olyan jó, oké, van, nem nagyon lehet vele mit kezdeni, de jó, hogy van. Bár az Equinox az abban a szempontból hasznos, hogy nem kapcsolja ki az ultidat, hogyha váltasz éjszakai és nappali között. Szóval, ha egy ilyen endurance küldetésen vagy, végig lehetsz éjszakaiban, mert az energia, amit összeszedtél, ugye gyógyítás szempontjából éjszakai módban, és te úgy döntesz, hogy ez neked nappaliba kell, akkor csak váltasz egyet, és már is van több százezer, mit tudom én, sebzésed nappaliban, mert hogy éjszakaiban nincs nagyon értelme fenntartani 48 ezer, mit tudom én, 100 ezer összegyűjtött gyógyítási pontot, ugye. Viszont egy kattintással válthatsz éjszakaiból nappaliba, és fordítva, és voilà, megmarad a sebzés. Az lényeg az, hogy megőrzi az összegyűjtött sebzés mennyiséget, vagy heal mennyiséget az ultiának. Szóval a fantáziátokra van bízva, de minden esetre ki lehet ezt a dolgot használni. Mondjuk akár úgy is lehetne, hogy mind a két augment mod benne van, a Pacify Provoke augment mod is benne van, ahol éjszakaiban lelassítod az enemiket, közben összegyűjtöd a megfelelő sebzést, amikor váltasz nappaliba, ugye akkor pedig kiosztod rájuk azt a sebzést, és voilà, c'est fini. Van benne potencia, de nem... Na, emelte föl a dolgokat olyan magaslatokba, hogy érdemes legyen foglalkozni. Ám viszont az Ivara az nem enyhén gusztustalan augment módja. Ugye azt csinálja, hogy konkrétan, hogy ha headshotot lősz ultival, akkor robban 7 méteres körzetbe az íj, a lövedék, továbbá megnövekedik 50%-kal a crit chance is. Természetesen az Ivara ultira a crit multiplierok, damage multiplierok és elemental modok is hatnak, szóval a modolásodat ez irányba érdemes betenni, és livestream közben kísérletezgettünk, hogy mi melyek a jobb modolások, esetlegesen jó megoldások, és itt láthatjátok például, azt még hozzá kell tegyem, hogy például a Hunternek az ivorája egy slash-re húzott fegyverrel volt konkrétan, és ő amikor belelőtt például a mobokba, akkor a slash effekt nagyon-nagyon durván bontotta az enemiket. Amikor az én fegyvermodolásom egy Corrosive Blast-re volt húzva, és amint a Corrosive beütött, és elkezdte kifejteni a hatását, akkor kezdett el igazán nagyon durva és gusztustalan számokat kiírni. Kinek mi ízlések és pofonok, viszont nem hagytuk ennyiben a dolgokat, és úgy döntöttük, hogy kipróbáljuk, hogy milyen lenne Ivara így most Focus Farmra, és kiderült, hogy nagyon jól működne. Persze a tempó még mindig lassú, mert láthatatlanba kell menni, el kell altatni, és utána lehet szétlőni, úgyhogy az Equinoxos módszer az még mindig sokkal jobb Focus Farmra, de egy móka és egy alternatív megoldás lehet azoknak, akiknek nincs Equinoxa, vagy nincsen nagy range-es kardja. Szóval szépen láthatatlanba bemész, berakod ezt az augment modot, ami most jött ki az Ivarának, ugye, és
Altatod az enemit, fejbe lövöd az egyiket, csak környéke mindenki felrobban, és meg is kapod az 500%-os Affinity Boostert. Szóval alternatív megoldásként Equinox helyett teljes mértékben tökéletesen jó fókusz farmra. De még mindig nem hagytuk abba. És elmentünk vele Eidolont vadászni, mert hát az hogy is van. Ki kellett próbálni, hogy edhitelje az Eidolont, úgyhogy yep, igen. Madurai iskola Voice Strike-kal kihúzva elkezdtem én stackelni a Damage Multiplier, továbbá Hunter addigra szépen fogta és le vadászta a Terrorist-ot, kilőtte a alkatrészét, és hát voilà, nézzétek meg magatok. 800 ezer, hallod? Nos, hát azt hiszem, hogy magáért beszél. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem ez a legerősebb és a legcélszerűbb módszere, hogy kiiktassunk egy dolont, hiszen a testrészekre nem jó ez a fajta sebzés, mivel fejest kell lőni, hogy ekkora multipliert kap. Nem beszélve arról ugye, hogy 40-szeres Void Strike-kal kellett, 40-szeres Void Strike volt, tehát Damage Multiplier az íra, és egy darab Corrosive Projection volt nálunk, tehát 70% armorja volt csak az Eidolonnak, csak az Eidolonnak, de armor nélkül 2 hit, 30%-os Void Strike bónusszal, de most nem is értem, minek meg bele ezekbe a részletekbe. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Ivarával tökéletesen lehet Eidolon dőlni, arról van szó. Ezzel a moddal koncentráltan egy helyre fogsz tudni hitelni, és ha fejest ütsz, akkor valószínűleg egy hiteled. De ez persze csak egy ilyen móka volt, azért Ivara nem feltétlenül tudna az a damage-es warframe lenni, ha Eidolonokra kerül a sor, de amit látod, hogy ez is simán egy hiteli. Na most, ez volt Ivara, és utána elmentünk egy másik augment modot kipróbálni, Mesa. Mesának is jött egy ilyen augment modja, Mesa Walls névre hallgat, és ez azt csinálja, hogy Mesának 50%-os movementet ad, hogyha berakod ezt az augment modot. Tehát tudsz ulti közben lőni és sétálni. Az első próbálkozás nem volt túl sikeres, mivel hogy nem teljesen mértékben voltunk felkészülve a dolgokra, csak bementünk random és kipróbáljuk ezt az augment modot. Aztán elkezdtünk gondolkodni, mert úgy jó is ez az augment mod, meg nem is, de úgy tudod, hogy lehetne valamit kihozni belőle. És elkezdtük gondolkodni, mi a jó Isten lehetne vele csinálni, mert nagyon lassan mozog, oké, kapsz egy 50%-os mozgási sebességet, tehát 50%-kal lassabban mozogsz az alapsebességednél, és így, hát jó is, meg nem is, de ha eltalálnak, azonnal megfekszel, kibe kell kapcsolgatni az ultit, 2-3-as folyamatosan fenn kell tartani ahhoz, hogy némi védelmed legyen. Hát, mi legyen, kitaláltuk az első módszert, hogyan sétáljon gyorsabban a Mesa ulti közben, voilà, behoztunk egy voltot mellé, egy max erős voltot, és kurva gyors lett, tehát nagyon gyorsan kezdett el sétálni a Mesa, miközben ultizott, és konkrétan nem jutottak el odáig az enemik, hogy lőjenek, utána természetesen itt még nem maradhat abba, még felfedeztük azt a dolgot is, hogy mi lenne, hogyha a Volt Shieldet felvenné a Mesa, vajon megőriznéje az ultiát, és voilà, hölgyeim és uraim, az a Mesa, ez meg ult, tehát fogod a módszer a következő, kikapcsolod az ultidat, fölveszed a Volt Shieldet, bekapcsolod az ultidat, és aki szembe van veled enemy, az nem fog lelőni. A Volt Shield persze nem hat a Mesa ultira, így is elég OP, de a védelem megvolt. Na de akartak még jobbat? Még mindig nem volt elég, mert még jobbra kellett ezt kifejleszteni, és akkor pattant ki Hunternek a fejéből, mi lenne, ha egy augment modos nézával jönne az ember, nem az új augment mod, de a régivel, ami mindenkire ráteszi a Warding Halo, ez a neve, ugye, az a Mesának konkrétan a védelmi rendszerét, mikor forog körülötte a kiskör. És az megműködik, szóval a Mesa így ezzel a módszerrel elpusztíthatatlan kategóriába esik,
Mert konkrétan, ha rálőnek, sebezhetetlen, és annyi idő alatt bármik elemit lebontja, bőven 100 fölötti szinteken is, azt kell, hogy mondjam, és ami a csodálatosság volt az egészben, rá lehet rakni mesára ugyanezt, ugye a nézának ezt a képességét ulti közben, és nem kell kijön a mesa ultiból, hogy ezt rá lehessen rakni. Úgyhogy már is megalkotódott a csapat setup, mesa, egy néza, egy nekrosz, ha survivorról van szó, és farmolni kell, és legyen egy akár ilyen kedvenc karaktered, akár egy volt, hogy sebesség legyen, és még gyorsabban sétáljon, és így együtt mozogva a csapat, a buffokat megadva, akár egy kroma is lehet ott a izé mellett, a néza mellett, hogy buffolja is, egyszerűen szerintem végletekig lehet ezzel a módszerrel bírni, és a neza biztosítja ugye a halhatatlanságot, a mesa a damage-et, a necros a farmot, a kroma meg a buffot, és nagyon durva egy csapat összeállítás lehetne ezzel csinálni. Srácok, ez lett volna livestream összefoglaló féleség. Ugorjatok el, nézzétek a livestreamet, nagyon jó lett. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, szedjétek ki ezt a két augment modot legalább, mert nagyon komolyak, nagyon jól lehet velük szórakozni. És hát Discord szerverünk mindenkinek elérhető, link a videó leírásában. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!